A Szerencs Városi Sport Egyesület férfi felnőtt labdarúgó csapata hazai pályán játszotta le a 2019-2020-as bajnoki szezon első felkészülési mérkőzését a Mádi Futballklub ellen. A Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen megrendezett összecsapáson a fiatal játékosokat is a soraiban tudó sárga mezesek hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, az első pár perc alapján kiegyensúlyozott játékot hozott a találkozó. A mérkőzés 15. percihez érve a szerencsiek támadója kapott egy pontos labdát a középpályáról, amelyet két védő közül Kibújva tudott kapura előni. Majd a vendégek portásának a kezén megpattanva talált utat a hálóba a játékszer, amely egy gúlos előnyt jelentett a szerencsieknek. A két csapat összecsapása igazi rangadónak számított a szurkolók előtt, amelynek mindkét együttes próbált megfelelni. A vendégek gyors passzos focival igyekezték áttörni a szerencsi védelmet, amelynek játékosai magabiztosan tették a dolgukat minden alkalommal. A 24. percben éredbe a piros mezben szereplő vendégek mezőnyfelénye, akik egy védelmi megingást kihasználva egyenlítették ki az állást. Mindezek után továbbra is lendületben maradtak, a hazaiak hálőre pedig bravúros védéseket bemutatva óvta meg csapat kapuját az újabb találattól. A középpályán játékosok apró taktikai fautokkal állították meg egymást. Majd 10 perc elteltével már a szerencsi védelem is tehetetlen volt egy pontos mádi átadást követően, amelynek végén ismét a vendégek körülhettek. Az első félidő hátralévő részében mindkét kapu előtt adódtak kisebb lehetőségek, újabb találat azonban már nem született, amely azt jelentette, hogy 2-1-es Mádi vezetés birtokában vonultak pihenőre a csapatok. A második fél időre kivonulva mindkét csapat magasabb sebességi fokozatra kapcsolt, amely a játék iramán látszott meg igazán. A szerencsiek hamar átvették a játék irányítását, amely a veszélyes kapura lövési kísérletekben is megmutatkozott. Továbbra is folytatódott a taktikus futball, a félidő első negyed órája azonban a jó védekezéseknek köszönhetően nem hozott gólt. Mindkét együttes a cserék beállításával próbált szintvinni a játékba. A nyárias időben kilátogató, tehát nézőközönségnek nem kellett sokat várnia, hogy ismét rezdüljön a háló, amely Mádi oldalról érkezett egy gyors befejezést követően. A szerencsiek azonban nem estek kétségbe, akik ígéretes próbálkozásokkal tesztelték a vendégek kapusát. A találkozó igazi erőfelmérő volt a házigazdáknak, akik sportszerű játékot bemutatva szerelték sikeresen a vendégek támadóit az utolsó pillanatokban. A sárgamezesek bátor támadó az összecsapás hajrájában meghozta gyümölcsét, akik egy gorra zárkóztak fel ellenfelükre. A mérkőzés végére szemmel Láthatólag mindkét oldalon elfáradt játékosok azonban tovább támadtak, amelynek végén a találkozó 85. percében a vendégek egy újabb góllal zárták le a találkozót, kialakítva a 2-4-es végeredményt. Az összecsapást követően Halász Zsolt, a Szerencs Városi Sportegyesület vezetőedzője értékelte a mérkőzésen látottakat. Az első fél időt úgy értékelném, hogy eh, eh, hát egy olyan ötös kálán, hogyha most azt mondom, labdatartásban talán eh, ellenfele voltunk a márnak. Igaz, előre nem haladtunk, előre nem haladtunk, de viszont én úgy érzem, hogy javult a labda járatásunk. Megszereztük a gólt, utána volt sajnos egy ilyen, benne van kapus, gól, kéz, túltárgyatok kész. A MÁD a második fél időbe jobb volt. Jobban bírt a kondival, és én ezért mondtam a fiúknak, hogy attól, hogy valaki kis futbolista, attól nem kell nézni. A másik évben ők jobban járták a labdát, ennek is jött az eredménye. De mondom még egyszer, hogy a srácoknak még össze kell érni. Készülünk a következőre, nem vagyunk elcsüggedve, én azt mondom, jó úton haladunk. Ha valaki megkérdezi, hogy mi a célom, akkor nekem mindig az a célom, hogy mindig a következő mérkőzésre felkészülve azt kell megnyerni. Amibe össze kell nekik szokni, megmondom őszintén, a felnőttekkel való játéktudás vannak úgymond, nem mondom, hogy jobb képességűek, hanem rutinosabb rókák, meg vannak fiatalabb csikók. Most ezeket kell nekem összekovácsolni egy komoly csapattá. És ez nagyon nehéz. A Szerencs Városi Sport Egyesület férfi felnőtt labdarúgó csapata soron következő hazai felkészülési mérkőzését július 28-án 18 órától Erdő Horváti pályára.